A Jáki templom hazánk egyik legjelentősebb román stílusú műemléke. A templom belső helyreállítása már 2022-ben befejeződött. Azóta a homlokzatot is restaurálták, és megújult a templomkert is. Vasárnap 10 órakor kezdődött a felújított templom megáldása. Többen már korán reggel várták a kapunyítást. Szeretném meglátni bent, hogy néz ki. Meg talán püspök atya is többet tud mondani, mi a zábra itt körülöttünk, majd meglássuk. Szombathelyről jöttünk, és mi nem is, hogy kíváncsi, hanem mi nagyon-nagyon vallásos emberkék vagyunk, és úgy gondoltuk, hogy megtiszteljük ezt a kis templom, régi templomot azzal, hogy részt veszünk itt a Szent Misén. Az ünnepség kezdetén a megyés püspök köszöntötte a híveket. Ez a templom hirdeti őseink hitét. Hirdeti azt, hogy Isten kegyelme a történelem sok-sok viharra ellenére megtartott bennünket. Vénémet Zsolt államtitkár, a körzet országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy a Jáki templom is része lett annak a programnak, amelynek köszönhetően országszerte 3700 templom újulhatott meg. Sulyog Tamás köztársasági elnök köszöntő beszédében hangsúlyozta. Nem csak az egyházi épületek megújulása szükséges, hanem a közösségeké is. A templomot nem régisége, szépsége, művészi értéke, monumentális volta teszik templomra. Ez mind csak arról tanúskodik, hogy ősi a közösség, amelyet volt betöltötte, hogy építetői minőségre törekedte, olyan alkotásra, amely őket követően is fennmarad, és a maga nagyságában is hirdeti Isten dicsőségét. Ám egy templomot nem annak magas tornya, hanem a terein betöltő emberek közössége tesz igazán jelentős. A felújított templomot Székely János megyés püspök áldotta meg. Öt megbőséges ajándékodat mindazoknak, akik itt segítségedet kérik, hogy igénynek és szentségeidnek ereje megerősítse híveid szívét. Az ünnepi Szent Misén Székely János prédikációjában kifejtette, az újjáépített templom három üzenetet hordoz. A hit üzenetét, amely felemel, a küzdelemét, amelynek segítségével megőrizhetők értékeink, valamint az isteni szeretetét, ami a templom falaiból sugárzik a hívekre. A mise után a megyés püspök átvette az ICOMOS díjat az épület példaértékű rekonstrukciójáért, majd a szentély alatti kriptába helyezték az apátságot alapító Jáki Nagy Márton földi maradványait.